Egy pofon egyszerűnek tűnő játék következik a bekérdező, hol kérdésre csak kérdéssel lehet reagálni, aztán rendre kiderül, hogy ennél sokkal bonyolultabb a dolog, mert hogy most beszigorítunk, nincs visszakérdezés, nincs hosszú összetett mondat végén fölvitt hangsúly és így varázsolt kérdés, hanem szigorú szabályok szerint játsszuk azt a szituációt, melyben a bútoráruházi eladó azt kérdezi a francia ágyat vásárló lelkes férfitől, hogy hosszú távra tervezi-e kapcsolatát. Valamelyik legyen lelkes. Miért ült le, amikor vásárolni akar? Csere! Megmondtam, nincs izé! Nincs izé! Csere, tessék! Ki látott még ennyi hülye vásárlót? Miért egy franciára nem lehet leülni? Maga milyen hosszú távra gondolkodik ebben a francia ágyban? Létezik, hogy ilyen intim kérdéseket tesz fel? Hallott már arról, hogy fiktív rugózás? Maga szerint ez a hosszú párkapcsolat lényege? Maga szereti a rugózás nélküli matracokat? Egy merev matracon maga szerint lehet aludni? Magának jó nő a felesége? Miért érdekli ez? El tudja képzelni, hogy évekig ugyanolyan hévvel himihumiznak rajta? Ez a himihumi, ez egy ön által kitalált szó? Hallott már a Kámaszutráról? Lényeges ez most egy bútorboltban? Mit érez, ha azt mondom 69? Posztatja, ha azt mondom, hogy még 30 év van addig hátra? A maga felesége barna vagy szőke? A haja színéhez passzintjuk az ágyhoz a színét is? Hallott már arról, hogy a szőkenők 200 év múlva kipusztulnak? Hallott már arról, hogy a vörös nőkkel rövidebb, ám bár intenzívebb egy kapcsolat? Kér párnát is az ágyhoz? Minek? A paplan elég meleg lesz? A felesége nem túl érzékeny? Tesztlapokat nem töltünk ki? Nem fogja zavarni a sok kis tüske, ami kiáll a matracból? Maga szerint fakír vagyok? Bravo, that's right.